Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Az Jászberény fotókiállítás Jászberényben. Különösen szeretném, ha a népi diplomácia eszközeivel kerülne közelebb egymáshoz a két kultúra. Ebben az évben ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját a Jászfényszarói Ipari Park. Jászberény női röplabda együttese március 21-én Kaposváron nagy csatában 3-2 arányban megnyerte az Extraliga negyed döntőjének első mérkőzését. Köszöntök kedves nézőinket, önök a Hír 18-at, a Jászság híradóját láthatják hétfőn este a Jászsági térségi televízió műsorán. Hétfőn délelőtt nyitotta meg ő excellenciája, Golam Ali Rajabi Pro Civitate Jászberény díjas iráni nagykövet, dr. Szabó Tamás Jászberény város polgármestere is, dr. Sárközi Miklós közel-kelet szakértő, az Otthonunk közels távol Jazd és Jászberény címet viselő közös kiállítást, mely bemutatja a két város szépségeit a fotóművészek lencsein keresztül. Nem csak a jelenben felfedezhető életképek, momentumok villannak fel előttünk az iráni Jazd és testvérvárosa Jászberény életéből, hanem a múlt hagyományainak és értékeinek kézzelfogható alkotása is azon a tárlaton, mely újabb kulturális hidat képez Irán és a jászok között. Az ősi nyelvi rokonságokán a mában gyökeredző újkori kapcsolattartás jó példája ez, melyben nagy munkája van ő excellenciája Golam Ali Rajabi nagykövet úrnak, aki magyarországi missziójának kezdetétől fogva azon dolgozik, hogy fejlessze és bővítse a két ország, Irán és Magyarország kapcsolatait, különösképp ügyelve a népek és az emberek közötti kapcsolatokra. Különösen szeretném, ha a népi diplomácia eszközeivel kerülne közelebb egymáshoz a két kultúra. A zene, a fotó és a képzőművészet révén a két ország lakossága egymás ősi kultúrájáról informálódhat, gazdagodhat. Ehhez jó eszköz a testvérvárosi kapcsolat, amiben Jazd és Jászberény az élen jár, megnézve az eddigi közös törekvéseiket. Remélem, hogy az új esztendőben még több ilyen közös rendezvény gazdagítja a kapcsolatot. A házigazda dr. Szabó Tamás szerint a nagy földrajzi távolságot az a spirituális kapcsolat hidalja át, ami kialakult a két város között. Ezt erősítik a közös rendezvények, a két oldalú gesztusok, mint a Jászberény utca Jazdban vagy a kölcsönösen elkészített emlékmű. És zajlik annak a nagyszabású projektnek és az előkészülete, és ez az év során, a jövő év rájulóan megvalósulni fog, amikor a városunkban jazdi közterület, tehát olyan terület fog létesülni, amely a megjelenésén, a jellegén keresztül is tükrözi vagy sugározza ezt a kapcsolatot. A két derűs város kapcsolatát és a kiállítókat a jászberény gyökerekkel rendelkező dr. Sárközi Miklós közel-kelet szakértő méltatta. A szabadságát kezdetei óta féltve őrző és redencióval is megváltó Jászberény és a sejemút iráni indiai ágán gyarapodó büszke és mérhetetlenül ősi Jazd lelki alkatában számos hasonlóságot mutat, melynek alapját mindkét oldalon a két település öntudatos polgársága adta. A mostani kiállítást 2017. októberében már bemutatták Jazdban. A fotókat hárman készítették, Kaiser Otto Jazdról, Nagy Tamás Jászberényről, Mejid Hosseini pedig mindkét településről. Hát az elmúlt évtizedekben hozzávetőlegesen 50 országban dolgoztam, de amikor Jazd utcán sétáltam, úgy éreztem, hogy eddig nem voltam sehol. Hihetetlenül nagy élmény, és talán vissza tudunk menni, és talán egy kicsit komolyabb fotóanyagot tudok belőle majd csinálni, hiszen most mindösszesen 24 órát töltöttünk Jászdban, de felülmúlhatatlan élmény. Tehát az iráni fotósok milyen szemlélettel fotózták Jászberényt? Tehát ők is meglátták Jászberény szépségét? Teljesen más láttak, mint amit én. Ami őket nagyon-nagyon lekötötte, azok a katolikus templomok voltak, tehát teljesen oda voltak a barátok templomáért, valamint a piac, ami nagyon megfogta őket. Ezek a képek ugye most momentán pont nincsenek kiállítva Jászberényben, de Jazdban meg ugye ezek is megmutatásra kerültek. Azok a nénik, akik ott a virágot árulják, teljesen lenyűgözték őket, valamint a külterületeinknek a szépsége, az agyvának az árterületei,
ezeket mind végigjártuk, és nagyon, nagyon szép tájképeket készítettek ők is. A közelmúltban saját újjukat frissen ünneplő irániak nem csak kapcsolati reményeiket és jó kívánságaikat hozták magukkal az új esztendőre, hanem a dél-iráni lejövőben koncertjét is, akik tradicionális iráni hangszereken mutatták be utánat kiegészült a budapesti iráni nagykövetség által biztosított iráni kézműves tárgyakkal, illetve a jelsági Népművészeti Műhely Egyesület alkotóinak munkáival. A tárlat díjtalanul látogatható a déli rendezvényházban április 6-áig, a húsvéti ünnepnapok kivételével naponta 10 és 18 óra között. Ebben az évben ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját a Jász Fényszarúj Ipari Park. A jeles évforduló tiszteletére konferenciát rendeztek a polgármesteri hivatal dísztermében, ahol a meghívott előadók beszéltek az ipari park fejlődéséről és a gazdasági innovációról. A rendezvényen vehette át a Jász Fényszarúj Ipari Centrum Kft. A Tudományos és Technológiai Park címet a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. Jászfényszaruváros önkormányzata 1988-ban döntött úgy, hogy a település északi részén ipari parkot létesít. A beruházást gazdaságfejlesztési előirányzat, településfejlesztési célelőirányzat és Európai Uniós előcsatlakozási forrás is támogatta. Az idén 20 éves jubileumát ünneplő ipari park az évforduló tiszteletére konferenciát rendezett a polgármesteri hivatal dísztermében. Így juthattunk el ahhoz, hogy mintegy 150 hektár ipari parkkal rendelkezhetünk, és remélem, hogy olyan környezetet sikerült időközben biztosítani, ami már kiveríti vagy megfelelteti a városunk ipari parkját egy európai ipari park cím viselésére. A vendégeket Győriné dr. Ceglédi Márta polgármester köszöntötte, aki ismertette az ipari park fejlődését és 20 éves múltját, majd Pomázi Gyula iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkár szólt a gazdasági fejlődés és az innováció jelentőségéről. Hogy hogyan lehet a hazai gazdaságban a járműipari függőséget valamilyen formában csökkenteni, és a járműipari kitettségét a gazdaságnak csökkenteni. Melyek azok az iparágak, amelyekre érdemes koncentrálni és figyelni ahhoz, hogy kitörési pontjaink legyenek a következő időszakban? Többek között ezeket a célokat fogalmazta meg a jelenlegi kormány 2016-ban az irinyi tervben, mint fókuszterületek. Ezek együttesen eredményeznék Magyarország iparának fejlődését. Ehhez természetesen szükség van szemléletváltásra, hogy legyen megfelelő munkaerőnk és lépést tarthassunk az innovációval. Szükség van a szemléletváltásra, amiben jászfényszarúi vállalkozók, a jászsági vállalkozók mindig példát statuáltak. Meg kell értenünk egymás gondolatát, tudnunk kell a másik fejével gondolkodni. Meg kellett érteni a kormányzat részéről, hogy ha nem nyílik meg a lehetőség az idegen munkavállalók számára, akkor nem 1600 betöltetlen állásról beszélünk, hanem sokkal többről. A rendezvényen adták át a Jászfényszarúj Ipari Centrum Kft.-nek a Tudományos és Technológiai Park címet, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium alapított. A címet olyan szervezetek kaphatják meg, melyek a vállalkozások versenyképességének növelésével vonzó befektetési környezetet teremtenek. Ezzi azt, hogy eljutott valahová a címet elnyerő szervezet, tehát az Ipari Centrum Kft., illetve amikor ezt a címet mi megpályáztuk, akkor az elképzeléseinket is le kellett írni, hogy milyen fejlesztéseket szeretnénk az ipari parkban működő cégekkel együtt megvalósítani. És ez a cím, ez ennek is szól. Ez a cím egy újabb mérföldkő lehet a Jászfényszarúji Ipari Park életében, mely újabb kapukat nyithat az innováció felé. Szeretnénk egy inkubátorházat létesíteni, amire beadott pályázatunk van, és jó reményünk van arra, hogy a támogatást megkapjuk hozzá, és akkor meg fogjuk valósítani ezt a beruházást. Ha ez megvalósul, akkor olyan cégeknek fogunk ott majd lehetőséget biztosítani a kezdeti működésre, amelyek gyakorlatilag most még vagy meg sem alakultak, vagy a közeljövőben fognak megalakulni. Ezen felül szintén a tervek között szerepel gyártócsarnokok építése, termelő vagy logisztikai vállalatok részére, továbbá hosszú távú cél egy innovációs és rendezvényközpont kialakítása. A közelmúltban második alkalommal látogatott el Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke Jászberénybe. A DK politikusainak utcafórumán a kormánypárt aktivistái is részt vettek és transzparenseikkel igyekeztek kizökkenteni a volt miniszterelnöket az új ígéret cunamiból. Hamarosan jövünk a részletekkel, de addig is egy apáti hír.
Rácz Aladárra, jászapáti születésű Kossuth Díjas cimbalomművészre emlékeztek halálának 60. évfordulóján, illetve a fiatal jászfényszarói versmondó Rácz Ádám is bejutott a Megavers 10. döntőjébe. Rövid híreink következnek. Cigányzenés családból származott. 8-9 éves korában már apja zenekarában játszott. A budapesti Emke Kávéházban 16 éves korától zenélt. Rácz Aladár életútját ismertette és méltatta Juhász Ádám karmester március 23-án pénteken a Jászapáti Városi Könyvtár falán elhelyezett emléktáblánál. A jobb hangzás eléréséért a cimbalmon újításokat vezetett be, pedált épített rá, a verők átalakításával és a hangszer átépítésével valódi koncerthangszerré nemesítette a cimbalmot. A cimbalom művészének emléktáblája előtt Jászapáti Város önkormányzatának, civil szervezetének, intézményének valamennyi képviselője főt hajtott és elhelyezte koszorúját. A megemlékezés a könyvtár olvasótermében Unger Balázs cimbalom művész koncertjével folytatódott, mely zenejátékkal is Rácz Aladár előtt tisztelegtek a megjelentek. Óriási hajrá és hatalmas közösségi összefogás, így küzdött a jászság egyemberként Rácz Ádámért, a tehetséges fiatal jászfényszarói versmondóért, hogy a döntőbe juthasson a Szolnok Televízió által indított Megavers 10 tehetségkutató versenyben. Az eredményhirdetésre szombat estig kellett várni, ugyanis a verseny negyedik középdöntőjében hirdettek eredményt. Rácz Ádám 7 ponttal zárt, Földvári Csenge szintén 7-tel, Tokai Olivér 4 ponttal, Kis Attila Andor pedig 2-vel. És mivel holt verseny van az élen, így a szabályzatunk szerint az dönt, hogy a zsűri két rangsorolt előrébb, így a két 7 pontos versenyzőből tovább jut Rácz Ádám, akit a zsűri az első helyre hozott ki. Így tehát a közönség által leadott szavazatok és a zsűri pontjai alapján Rácz Ádámmal ismét találkozhatnak a nézők ezúttal már a Megavers 10 döntőjében. Ott is szurkoljunk neki, hogy tehetségével és szép eredményeivel tovább öregbítse a jászság jó hírnevét. A Jászapáti és a Jászkíséri Önkéntes Tűzoltó Egyesületek pályázati forrásból indítottak el önkéntes programokat, melyben a belépő önkéntesek jogosítványt és vagy nyelvvizsgát szerezhetnek. A projekt nyitókat múlt szombaton tartották, melyről szerdai Hír 18 műsorunkban bővebben beszámolunk. 18. alkalommal rendezték meg a Makkó Pál napokat a Jászapáti gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégiumban, kihirdették a Makkó Pál versenyek eredményeit. A Teremtés Védelem az Egyház tanításában címmel ifjú dr. Zsilinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense tartott előadást a kutatások fontosságáról, majd Határkeresztek címmel megnyílt Bugyi István Guriga fotókiállítása. Szerda este jövünk a részletekkel. Jászalsó Szentgyörgyön 1791-ben a régi templom lebontása után számos műemlék és templomi tárgy került magánszemélyekhez. Egy családban több mint 2 évszázadon keresztül őrizték, s szállt atyáról fiúra egy műemlék, mely a keresztre feszített Jézus Krisztust ábrázolja. Március 25-én ezt a Sisa István által felújított feszületet ajánlotta fel a Szentháromság Római Katolikus Templomnak Kovács Gergelyné, a keresztet Sós Tamás plébános érseki tanácshoz szentelte meg. A Demokratikus Koalíció programját ismertette sajtótájékoztatóján Gedei József és a párt elnöke Gyurcsány Ferenc a Jászberényt Jászjákó halmával összekötő 31-14-es bekötőúton, közel a Jászberényi elkelőút harmadik ütemének kezdeténél található körforgalmi csomóponthoz. Ezt követően a Konszelve Parkban tartottak utcafórumot a politikusok, ahol a kormány párt táblákkal igyekezett megzavarni a rendezvényt. Összefoglalunkban a szerda esti Hír 18-ban erről is beszámolunk. Március 23-án a Lengyel-Magyar Barátság napját tartották, és ez alkalomból Jászalsó Szentgyörgyön idén is megemlékeztek azokról a történelmi kötelékekről, melyek a két nemzetet összekötik, és a két nemzet barátságának alapját szolgálják. A rendezvényen emléktáblát avattak a 48-49-ben Jászalsó Szentgyörgyön elhunyt lengyel katonák emlékére.
Emléktáblát avattak Jászolsó-Szentgyörgyön a településen 1848-49-es forradalomban elhunyt lengyel katonák emlékére. A kutatások alapján 4 szemét bizonyítottak, akiket Jászolsó-Szentgyörgyön temettek el, bár sírjuk ismeretlen. Ács János, Danzik József, Polóni András és Gregor János. A megemlékezők koszorúkat helyeztek el az emléktábla alatt, majd az Erzsébet malomban folytatódott a rendezvény. Úgy gondolom, hogy az, hogy a járságban van egy ilyen nap, vagy ebben a térségben, az éppen elég arra, hogy a lengyel-magyar barátságnak a hagyományát, meg jelenét tudjuk ápolni és bemutatni. A megjelenteket Szarvák Imre polgármester köszöntötte, majd történelmi visszatekintőt hallgathattak meg a vendégek a lengyel-magyar barátság történelmi gyökereiről. Hát lengyel-magyar két jó barát, ez egy nagyon hagyományos dolog, de nagyon sokan már nem tudják az értelmét, nem is értik, hogy miről van szó, de hogyha földolgozzuk ezeket az elmúlt 30-50 évnek a történelmi eseményeit, és újraértékeljük, lehet, hogy újra kialakul a két nép közötti szoros barátság. A rendezvény is ezt hivatott elérni, hogy elevenítsük fel azokat a történelmi pillanatokat, melyek a két nemzet barátságának alapját szolgálják. A történelmi hagyományok sok száz évre visszamenőleg is a lengyelek mindig jó viszony voltak a magyarokkal, és mi is ezt szeretnénk a magunk szintjén ezt folytatni. Ezért is hívtuk most is meg, mint elmúlt évben, a szolnoki lengyel kisebbségi önkormányzatot, nemzetiségi önkormányzatot, és velük is jó viszonyban vagyunk, és így közösen ünnepelünk. Az ünnepség végén professzor dr. Sallai János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára részletesebben is kifejtette a múlt eseményeit, például, hogy hogyan harcolt a háborúban együtt a lengyel-magyar, vagy hogyan pihentek egymás űrbúdéjában a határ mentén a két nemzet katonái. Tehát nagy erőfeszítéseket tett. Jászberényi női röplabda együttese március 21-én Kaposváron nagy csatában 3-2 arányban megnyerte az Extra Liga negyeddöntőjének első mérkőzését. Ezzel nagy lépést tettek a legjobb 4 csapat közé jutásért, viszont ehhez a jászberényi visszamágót is hozniuk kellett, hozták is, sőt még jótékonysági akciójuk is sikeresnek bizonyult. Nagy érdeklődés előtt kezdődött a negyeddöntő visszavágó mérkőzése március 24-én szombaton. Mindez serkentően hatott a lányokra, és gyorsan meg is léptek 4 ponttal. Ám a kaposváriak 11-nél beérték őket. Innentől azonban beleerősítettek Miklai Zsanették, és 25-18-ra megnyerték a nyitó játszmát. A második etapot ugyan a kaposváriak kezdték jobban, de 15-10-re már a mi lányaik vezettek, és gyorsan be is húzták ezt a játszmát is. A vendégek azonban nem szeppentek meg a 0-2-es hátránytól, és a harmadik szedben sokáig vezettek is. Ám 17-nél már egyenlő volt az állás, és innentől kezdve már csak 2 pontot engedélyeztek a cukorgyári együttesnek a mieink. Maria Ivankina remek nyitása pedig a 3-0-ás győzelmet jelentette a jászberényi csapat számára. Mindenkinek megvolt a motivációja, hiszen bejutni megint a 4-be, ez nagyon nagy bravúr volt. Előzetesen a legjobb 6-ba akartunk lenni, és hogyha sikerülök a legjobb 4-be, ezt most teljesítettük. A jászberényi RK egyik húzó embere is bízott a visszavágó sikerében. Nagyon bíztam a csajokban, hogy ezt nem fogjuk túl bonyolítani. Az már egy nagy előny, hogy Kaposváron sikerült nyernünk végre 3-2-re. És szerintem ez adta a legnagyobb erőt, illetve a kitartás erre a mérkőzésre. A legjobb 4 közé kerülés mellett még egy sikeres akciót tudhat maga mögött a röplabda klub. Genesis Miranda szüleinek háza egy hurikán miatt erősen megrongálódott Puerto Ricóban. Ezért az ő megsegítésükre gyűjtött a Berényi klub. Egy aláért mezre lehetett licitálni. És Báder Csaba megnyerte ezt a licitet, ő vehette át a meccs előtt ezt a mezt, és átadtuk persze természetesen G-nek a befolyt összeget, ugyanakkor pedig csodálatos adományok gyűltek össze a meccs folyamán, mert még olyanok is jegyet vettek, akiknek egyébként bérleteik vannak, meg VIP bérleteik vannak, ők is adományoztak, sőt, még emellett, hogy megvették a jegyet, egy külön kasszába még egy kis összeget is oda tettek, úgyhogy egy több százezer forintos összeg jött össze G-nek. A legjobb 4 együttes elődöntőjében a bajnok Békés Csaba vár lányainkra, de ezzel együtt is
Éremszerzés a cél. Három nyert meccsre megy, elsőjén kezdjük velük a párharcot, nem adjuk föl, nyilván ők az esélyesek, de szeretnénk egy jó meccsel, esetleg egy meccset nyerni, vagy szetteket nyerni, és természetesen érmet szeretnénk most már nyerni. Az első mérkőzés a Viharsarokban lesz húsvétkor, a visszavágó pedig április 5-én csütörtökön, Jászberényben. A jászberényi női röplabdások sikerét sajnos nem követték a kosárlabdázók, hiszen kiesési rangadón maradtak alul mindössze egy ponttal, a MAFC jászberényi KSE rövid összefoglalója jön. A fővárosi Gabányi László sportcsarnokban szinte hazai hangulatot teremtett a sok jászberényi szurkoló, ám ennek ellenére nem kezdett jól csapatunk. Gyenge volt a védekezés, a támadások pedig akadoztak. Azaz, a gólfelelősök, mint Sejfics, Nelson és Wallace nem érezték a gyűrűt igazán. Így a nagyszünetre 13 pontos hátrányba kerültünk. A második játékrészben aztán feljavult a védekezés, főleg az egész meccsen jól játszó Lucic játéka emelkedett ki, ám ezzel együtt is a harmadik etap végére mindössze 4 egységet sikerült lefaragni a hátrányból. A befejező negyedben megmaradt ugyan a jó védekezés, de a pontok száma lassan szaporodott. Ha esetleg egy kicsit tovább tart a párharc, akár hosszabbítás is lehetett volna, de így Wallace az utolsó percekben bevágott triplája arra volt elég, hogy mindössze 1 pontnyi legyen a vereségünk. Nagyon szorosan alakul az alsóház tehát a rájátszásra. A Berényi Gárdának továbbra is 8 győzelme van, a Debrecennek és a Műszaki Egyetemnek 7-7. A sereghajtó szerepét pedig a jobb napokat is látott Sopron tölti be 6 győzelemmel. Az alapszakasz záró meccsére Paksra utazik majd a JKS-e húsvét után április 4-én. A mai 18 sport blokkját egy csokorra való rövid, de sikeres hírrel zárjuk. Százhalombattán rendezték a 20. Hungarian Judo Masters Open-t, ahol a jászapáti kígyódozsó elnöke dr. Nagyhincs István 100 kg-ban arany, míg tanítványa Mennyhárt Tibor plusz 100 kg-ban ezüstérmes lett. Kitűnő eredményeket értek el a jászberényi gyorskorcsolyázók a Sortek Európa kupán Lettországban. Belovai József tanítványai Tian Rixin, Somogyi Barbara, Zsigó Máté, Túri Anna és Szilicei Német Rebeka összesen 5 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel, valamint számos jó helyezéssel érkeztek haza Jászberénybe. Nagyszerű eredményt produkált Katona Laura, a jászberényi GS-e versenyzője, a ritmikus gimnasztika Budapest bajnokságon, ahol 3 arany, 2 ezüst és 1 bronzérem boldog tulajdonosa lett. A sakkcsapat MB2 Erkel csoportjában a jászberényi sakkör a Beac Barca együttesét fogadta, és 9-3 arányban alul maradtak a második helyezettel szemben. Csak Nagy Károly nyert, Blaskó Darás, Tajti és Peredi pedig remizett. Hamarosan kezdődik lelátó sportmagazinunk Ács Tibor műsorvezetésével, és ott folytatjuk a sporthíreket, ahogy gyakorlatilag az imént abba hagytuk. Tibor, milyen témákkal készültél a mai magazinba? Szervusz Gábor, és köszöntöm a kedves nézőket is. A lelátó ma esti műsorában 3 sportággal is foglalkozunk, annál is inkább, mert vendégem mindháromban jelen volt, mint sportvezető, és mint játékos is, de még a mai napig is szerepel, mint játékos, pedig már 80 éves. A többi kiderül a Hír 18 után, várom tehát kedves nézőinket a lelátó műsorában. Köszönöm szépen, érdeklődve várjuk, és most nézzük mai főbb híreinket röviden. Az jászberény fotókiállítás Jászberényben. Különösen szeretném, ha a népi diplomácia eszközeivel kerülne közelebb egymáshoz a két kultúra. Ebben az évben ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját a Jászfényszarói Ipari Park. Jászberény női röplabda együttese március 21-én Kaposváron nagycsatában 3-2 arányban megnyerte az Extraliga negyed döntőjének első mérkőzését. Ennyi volt a Hír 18 hétfőn este, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat, riportjainkat megtalálják a Jászsági Térségi Televízió internetes platformjain, a jttv.hu-n, Facebook és YouTube csatornánkon, kövessenek bennünket ott is. Minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.